És most pedig egészségügyi perceink következnek. A műsor támogatója az Orvos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Szegő Péter pedig már a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát hol van a maszk, a díszsebkedő doktor úr? Jelentem beoltotta kétszer, úgyhogy... Jelenleg? Így van, pontosan. Melyikkel? A Pfizerre természetesen. Igen, igen. Úgyhogy, hát jól vagyok, ezt lehet így mondani a dologat. Kérdeztem, de köszönöm, hogy ezt mondja, ez fontos. Mond, hogy annak ellenére, hogy beoltják valakit, bármelyikünket, hogy ha bárkit is beoltanak, attól még vigyázni kell. Természetes, a persze, a maszk itt eldobni, is van egyébként a zsebemben, és hordom is természetesen. Ezt valóban ezt addig nem szabad eldobni, amíg erre hivatalosan engedélyt nem adnak. Addig hordani kell, kész. Megfertőzhet egy beoltott ember egy másik? Elvileg igen, gyakorlatilag nem tudjuk. Tehát ez a lehetősége megvan, tehát a maszkot hordani kell, pont. És mindenkinek be kell oltódnia. Ez egy általános. Mert tudjuk, hogy mindig van a maszk. Az egyébként antolítás. Csak mindig beszokta ide tűzni. Igen, zsebkendőnek csak most. De amiért ma jött, az nem feltétlenül a díszsebkendő kérdése, hanem egy nagyon fontos probléma, amit szerintem nagyon sok szülő félve is beszél róla, mert úgy szégyelli, igen, és olyan elakadt, hogy az ő gyermeke már rég túl van azon a koron, amikor már nem kellene, hogy pelenka legyen rajta, vagy akár már még nagyobb, és még mégis éjszaka gondot jelent az, hogy bepisil a gyerek. Mennyire jellemző ez? Már mi az, hogy éjszaka bepisil a gyerek, vagy az, hogy nem beszélnek róla? A gyerekeknek hány százalékát érintheti? Lehet erre bármilyen statisztikát? Hát hála jó Istennek nem túl sok százalék. Tehát ez nem egy elterjedt probléma, maradjunk annyiban, csak azért van nehéz helyzetben, akit ez érint, mert hogy nagyon kevés helyen foglalkoznak ezzel professzionális keretek között. Mi foglalkozunk vele professzionális keretek között, ezt el lehet mondani. Ez az éjszakai ágybevizelés, ez igen, ez mindenkinek teher, aki ebbe benne van. A gyereknek is, mert szerencsétlen, nyilván nem érzi jól magát, tehát ez az egésztől nagyon nem tud csinálni ellene semmit. A szülőknek is teher nyilván, mert hogy minden este föl kell riadni, minden reggelre probléma van, ezt rejtegetik, takargatják, szégyellik, nem vallják be, és az egész gyűrűzik tovább egészen addig, amíg egy megoldás nem születik erre az egészre. Az a helyzet, hogy otthon azért nem érdemes várni a diagnosztikát, meg azt, hogy magától majd elmúlik, meg menstruációval majd elmúlik, hogyha megérik, meg ilyenek, mert nem fog. Tehát itt az a gond, hogy rettenetesen sok minden lehet a háttérben, ezt otthon ránézéssel nem fogja tudni megmondani senki. Tehát ez egy betegség, egy olyan betegség, amivel orvoshoz kell fordulni, olyan orvoshoz, aki azért nem egy, nem két esetet látott már ilyet életében, és pontosan tudja azt, hogy mik azok a kérdések, vizsgálatok és terápiák, amik erre rendelkezésre állnak. Szerintem nagyon fontos, hogy egy orvos tud ebben segíteni, mert különben a szülő elbizonytalanodik már erre ott, induljon, hogy akkor most pszichológushoz induljak, urológushoz induljak, gyerekorvos fele induljak, vagy éppen mit csináljak, és mindenhol nyilván nagyon különböző megoldási kísérleteket kap. Az a helyzet, hogy egészen addig megoldásról nagyon nem is szabad beszélni, amíg nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Itt lehet egyébként idegrendszeri fejlődési zavara, úgyhogy beidegzési zavara, úgyhogy fejlődési zavara, fertőzéses dolgok, pszichés dolgok, rettetesen sok minden. Ugye azt tudni kell, hogyha egy hólyag nem reagál, tehát akaratlagosan nem ébredünk föl arra, hogy túltelítődik a dolog és üdíteni kell, akkor egy időt ez reflexesen megindult. Tehát onnantól kezdve senki nem fogja tudni megtartani, én se, a gyerek se. Tehát nem szabad igazándiból őt ezt felelőssé tenni, meg nem szabad pláne büntetni azért, mert ez megtörténik. Ha valaki úgy áll hozzá, hogy bünteti a gyereket, és ő a felelős, ezért akkor általában hát azzal csak olajat önt a tűzre, és csak rosszabbítja ezt az egészet. Ezt rendesen szépen föl kell térképezni, hogy mi okozza a problémát, és akkor van rá megoldás, akár gyógyszeres, akár pszichés, akár egyéb persze. Mi történik akkor, doktor úr, hogyha valaki önökhöz fordul, az Orvosi Intézetbe megy, és kér önöktől segítséget? Hát akkor az történik, hogy kapnak időpontot ahhoz a professzor úrhoz, aki ezzel foglalkozik versenyszerűen, és ott szépen végigmennek az összes lehetősége. Megnézik, hogy milyen a hólyagnak a funkciója, a kapacitása, van-e valamilyen fertőzéses dolog a háttérben, milyen az idegrendszeri fejlettsége, esetleg feltérképezhető valami pszichés dolog a háttérben, és még egyszer mondom, ha van biztos háttér, van biztos diagnózis, akkor onnantól kezdve jó eséllyel ez a dolog kezelhető, és elmulasztható, és onnantól kezdve ez egy óriási megkönnyebbülés, hogy ezzel többet nem kell foglalkozni. Hogyan mulasztható el? Gyógyszeres kezelés hát attól alapvetően? Hát alapvetően gyógyszerrel, tréninggel, és mondom, hogyha pszichés dolog van, akkor ott van a pszichiátria, aki ezzel szintén tud foglalkozni. Föl lehet térképezni különféle dolgokat pszichés fronton is nyilván a háttérben, de ez egy kicsit öngerjesztő folyamat is, mint tulajdonképpen az összes pszichés betegség, ami testi betegséggel párosul, hogyha nagyon sokáig nincsen megoldás egy testi bajnak, akkor az utóbb pszichés vonzata lesz, és a pszichés vonzat általában pörget tovább a testi problémán. Tehát ez egy
önmaga farkába harapó kígyóként szépen-szépen tekerődzik tovább, és hát ezt meg kell szakítani valahogy, és ez magától nem megy, és otthon sem fog menni. Tudom, hogy nem ez a szakterülete, de nagyjából hány éves kor az, amikor azt szoktuk mondani, hogy mire óvodába megy a gyermek, addigra ezen túl kell már lennie, jó, hogyha már akkor lekerül róla a pelus. Ez egy mérföldkő, tehát ez egy ilyen ökölszabály, hogy a 3 év körül ezt érdemel. Akkor, ha addig elhagyja az éjszakára a pelenkát, akkor már rendben van, de később, hát ha nem, akkor gond. Igen, hogyha, ha már volt szobatiszta és visszaesik esetleg, az probléma, vagy hát nyilván az óvodai érettségnek az egy kritérium az, hogy a gyerek legyen szobatiszta. Most itt azért általában napközben nem nagyon van probléma. Tehát napközben nem nagyon bukik ki a dolog. Ez éjszaka vagy hosszabb alvás alatt szokott tudni kibukni. Hát az óvodában van hosszabb alvás délután, ott esetleg lehet belőle gond, de azért mégiscsak inkább ez otthon az éjszakai történéseknek a szintere. És amit az előbb említett, bocsánat, arra, hogy csak hogy visszaesés is lehet. Tehát, hogy akár később, idősebb korban. Igen, tehát már volt szobatiszta? Nem feltétlenül 3 éves korban jelentkezik ez, igen, a probléma, igen, és igen, akkor sem kell megijedni, vagy hát nyilván megijed az ember, de hogy van megoldás. Ez nem esik jó senkinek. Egyszer. És mondom, van egy halom tévhit, hogy az egyik legjobb az, hogy majd a menstruáció megoldja, majd akkor elmúlik. Nem feltétlenül. Tehát ez egészen sokáig mehet egyébként. És még egyszer mondom, magától nem nagyon fog megszűnni. Mennyire gyorsan lehet ezen túlesni? Hát nálunk elég gyorsan túl lehet rajta esni, tekintve, hogy az összes vizsgálati lehetőség az egy kupacban rendelkezésre áll. Tehát ez tényleg egy-két nap alatt rövidre lehet zárni ezt a történetet, és aztán utána pedig megindulhat az éjszakák normalizálása, hogy úgy mondja. Hát mindenkinek azt javasoljuk, akkor azt tanácsoljuk, hogy legyenek bátrak, és ezen kell változtatni, ugye, hogyha ezzel ez érint, igen, a problémával szembesülnek. Az nem jó megoldás, hogy itt időt húzunk, meg várunk a csodára, nem szabad. Itt tényleg meg kell mutatni olyannak, aki ebben jártas, és akkor lesz megoldás is a dologra. Nagyon szuper, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, egészségügyi perceinket hallották. A műsor támogatója az Orvosintézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.